bíróság bűnösnek mondja ki hatósági közeg sérelmére elkövetett testi sértés, valamint letartóztatás megtagadásának vétségébe. Ezennel két év fegyházbüntetésre ítélem. Szép fiú! Sípet az új kéröd, mi? Kösz jól, Healy. És te? Meg fogom csinálni, megél. Csak tartsd olyan magasra, hogy a könyv írja. Wesley. Azt hittem, már sose szólítasz a nevemen. Menj csak a támadás! Mennem kell, Wesley. Thomas. Véres harcosok. Frank Zagarino, Németh Gábor. Jennifer Campbell, Hámori Eszter. Fényképezte Gideon Porat. Zene Jim West. Rendezte Sam Furstenberg. Ülj le, fiam! Hagyjuk a formaságokat. Nehéz ügy, mi? Tudod, ki vagyok, tengerész? Nem vagyok tengerész. Én a 02487-es rab vagyok. Tudom, hogy Keystone alatt szolgáltál. Speciális alakulat. Pendletonban. Kiváló katona. Na, figyelj, seggfej. Én vagyok itt a területi főnök. Néha körülnézek egy-egy dutyiban, hogy lássam, jól bánnak-e veletek. Időnként átnézem az aktákat. Szeretem tudni, miféle alakok vannak itt. Kezembe került a tiéd is, és kiderült... Ismerem a haverodat, Keystone-t. Börtönparancsnok voltam Pendletonban, amikor a bátyáddal oda kerültetek kiképzésre. Őszinte részvétem, seggfej. Láttam az aktáidat, és leadtam a drótot Stone-nak. Kurva nagy haverok voltatok, gondoltam, segíteni fog. Segített is. Jakarta? Igen. Joe temetése után mindenből elege lett. Elment Ázsiába. Csavargott. Jakartában kötött ki. Ott maradt, és kibaszott gazdag lett. Annyira, hogy most övé a földed jelzáloga. Ez szép. A bajtársad megmentette a farmodat. És csak annyit kér, hogy menj el hozzá, és segíts neki. Van még 8 hónapom. Már elintéztem. Nézd, Wes, tudom, hogy elcserélték a lőszert. Ez előfordul. Nem fordulhat elő.
Ne rágd magad, seggfej. Túl szigorú vagy magadhoz. Most mehetsz. Ahová csak akarsz. Vagyis Jakartába. Tényleg itt vagy. Hello, Karen. Hello, Wes. Nagyon csinos vagy. Oh, Wes. Bocs, nem akartam. Egyszerűen csak megörültem neked. És hol van a jó öreg kész? Gyere, Wes, menjünk. Kész tegnap előtt meghalt. Autóbalesetben. Túl gyorsan vezetett, és neki rohant egy sziklának. Minden leégett. Hívtalak volna, de nem tudtam, hogy hol kereselek. Sajnálom. Egyenesen a temetésre megyünk, jó? Jó. Sok fegyveres őr tartott. Mindig katona maradt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöld legelőkre vezet engem, és békés vizeknek partjára. Megvigasztalja a lelkemet. Az igazság útjára vezérel, az ő szent nevében. Menjek bár által a halál árnyának földjén, nem félem a gonosz. Mert velem vagy, végtelen kegyelmeddel védelmezel engem. Terített asztallal vársz ellenségeim láttára, fejem olajjal illeted, kupáim túlcsordulnak. Jóság és kegyelem kísér majd életem minden napján, és az Úr házában lakozom majd örökre. Eljött az idő, hogy Keystone testét visszaadjuk a földnek, az örökké valóságnak. Imádkozzunk! Uram, adj örök nyugalmat Keystone-nak! Az örök világosság fényeskedjék neki, inna mine patris et filii et spiritus sancti. Búcsúzzunk tőle, testvérünk, ki most az Úr kegyelméből eltámasztál. Nyugodj békében. Amen. Hogy merészeli? Meg ne próbálja. Ő
Ezt nem kellett volna. Nagyon sajnálom, ami történt. Ez Jürgen volt, Keith üzleti ellenfele. Gyűlölték egymást. Bosszút akar állni. Karen, biztos vagy benne, hogy baleset volt? Wes, itt minden megtörténhet, és hidd el, Keithnek voltak ellenségei. Majd kettesben megvacsorázunk. El akarok menni innen. A szolgák, az őrök. Utazni kéne. Vagy nem is tudom. Még Texasban lenne a legjobb, azt hiszem. Texasban aztán tényleg nincs semmi. Ez sosem volt az otthonom. Wes. Sajnálom, hogy az édesapád meghalt. Jó ember. Tulajdonképpen mivel foglalkozott a bátyád? Hát, üzletelt. Azt hiszem, kereskedő volt. Kereskedő? Igen. Az is valami. Asszonyom! Jó estét, Mrs. Stone. Maga olyan, mint a nyíló rózsa, amelyik napról napra egyre csak szebb lesz. Költői, mint mindig őrnagy úr. Vesz, ő Remzi őrnagy a helyi rendőrségtől. Á, Mr. Healy! Abból a híres Texasból? Igen. Mondja, tényleg olyan hatalmas terület? Végtelen. Végtelen? Tetszik ez a szó. Már is bővült az angol szókincsem. Köszönöm. És azt ismeri, hogy persona non grata? Mit akar ezzel? Maga nem szívesen látott vendég. Egy volt elítélt, aki rendőröket bántalmazott. És 30 perccel azután, hogy ide érkezett, már is belekeveredett valamibe. Mr. Healy, menjen el innen. Holnap elutazik. Nézze,
Itt valami tévedés van. Én nem követtem el semmit. Igazat mond. Ugyan, Miss Tom? Ne vicceljen már, mindannyian ismerjük a bátyja üzleti ügyeit. Miről beszél ez? És mindenki, aki üzleti kapcsolatban állt Mr. Stone-nal, az gyanúsított Mr. Healy. Üzlet? Én évek óta nem láttam. Azt se tudom, mi a fennével foglalkozott. Talán az irodámban kellene folytatnunk ezt a beszélgetést holnap délelőtt. 9:30. Majd küldök autót. Jó éjszakát. Remek. Remek. Kifúrja az oldalamat. Azt elhiszem. Gyerünk. Na hát. Nem játszottam. Milyen jó énekes lennél, Vesz. Hát igen. Sok minden lehetnék. Miért nem énekelsz még valamit? Erre az egyre emlékszem. Vesz? Miért jöttél te ide? Talán miattam. Persze, látni akartalak, Karen. Mindig mondta, hogy összeillünk. Szeretett engem kínos helyzetekbe hozni. Hogy érted ezt? Hát, hogy még gyerek voltál akkor. Gyerek? Hány éves voltál? 15? 16. És tudtam, hogy mit csinálok. Nem, gyerek voltál. Gyerek. Hát, ne bánj úgy vele, mintha még gyerek volnék. Nem Texasban vagyunk. Nem ott vagyunk.
És én meg nem vagyok már gyerek. A szem leesett. Jaj, vesz, most mit hülyéskedsz? Na, most mit csinálunk? Nem hiszem, hogy a bátyádnak tetszene. A fenébe! Nem tudsz te semmit a bátyámról. Mit kellene tudnom? Nem akarok most erről beszélni. Ne roncsuk el a pillanatot. Mi a véleményed? Nézd, Karen. Érzelmek is vannak a világon. Miért nem tetszem neked? De csak ne erőltessük, oké? Örülök, hogy neked jó volt. Ezt megcsináltad, Hilly. Karen, én csak azt akartam mondani, hogy jó volt újra találkozni veled. Jó ét. Vesz, bocsáss meg. Gyere be egy kicsit, jó? Ott lettem volna neked. Joe-t mindannyian szerettük. Hát, akkor tényleg van bennünk valami közösen. Azt hiszem. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Én is. Szóval mi van a bátyáddal? Kész megváltozott. Apám katona volt, és kemény ember, de kész az más. Olyan volt, mintha nem is tartozna már a családhoz. Hogy érted ezt? Nem tudom, ez az egész. Egyszer jártam egy fiúval. Nem volt komoly. Tudtam, hogy kész utálja, de azt nem gondoltam, hogy lesz valami. Aztán kaptam egy levelet a seregből, hogy a srác eltűnt, és hogy én tudok-e róla. Egyszerűen eltűnt. Ez a bátyám műve. Egész biztos. Miért kell neked holnap elmenned? Emiatt ne aggódj. Nem megyek sehova. Szépen itt maradok, és elrendezem a dolgokat. Oké? Megígéred. Megígérem. Én egyfolytában csak rád gondoltam.
Mi mindig is ölelkeztünk, nem igaz? Én is úgy emlékszem. Együtt reggelizünk? Majd csinálok valami börtönkaját. Ah!
Spike, hammi menuju sasaran. Most rabolták el azzal a kocsival. Na mi az? Mire várnak? Elkapják, vagy nézzük egymást? Emelje fel a kezét! Remek. Úgy látszik, Mr. Healy bármerre jár, maga vonza a bajt, mint a tigrista nyers hús. Pont úgy érzem magam, mint egy darab nyers hús. Azt kell eldöntenem, hogy maga ártatlan nyers hús-e, vagy pedig tigris? Mi az, hogy tigris meg nyers hús? Mit akar ezzel mondani? Azt hiszi, benne vagyok a buliban, hogy közön van Karen elrablásához? Ha elrabolták. Hogyha elrabolták? Elrabolták! A saját szememmel láttam. Tehát? Mivel nem bizonyítható, hogy maga valóban a dzsungel ragadozói közé tartozik, felkérjük, hogy mielőbb térjen vissza Texas végtelen rónáira. Egy lépés sem teszek Karen Stone nélkül. Elrabolták. Ebben nem lehet csak úgy beletörődni. Pedig ez lesz. Nézze, ha tényleg elrabolták, mi megtaláljuk. Persze, mint Keith gyilkosát. Van valami oka feltételezni, hogy Keith halála nem baleset volt? Ugyan már, Remzi? És az a Jurgen nevű bohóc, aki a temetésen leköpte a sírját? Gondolkozzon! Gondolkoztam én már jó sokat. Különösen azóta, hogy az éjjel kilopták a barátja földi maradványait az örök nyugvó helyéről. Nos, az elképzelésem. Karen Stone, akit maga mindenáron ki akar szabadítani, Jurgen segítségével megölte a bátyját, és megrendezte a saját elrablását. Ezt nem hiszem. Mr. Healy, azt hiszem, hogy az a lány, hogy is mondják, jól átvágta. Folytassa. Ugyan, Mr. Healy, honnan volt Stone-nak ennyi pénze? Maga szerint mit tanult Jurgen cégénél, mielőtt meg nem lépett több millió dollárral együtt? Hát nem szabás varrást.
Az biztosan nem. Ők voltak az ország legnagyobb kábítószerkereskedői, a legszemetebbek. Előbb társak, majd riválisok. Kegyetlen háború dúlt köztük. Véres harc. És szerintem Karen Stone szintén benne volt. Törekvő kislány. Ha tanácsolhatok valamit, tartsa távol magát a Stone családtól. Maga azt állítja, hogy kész bűnöző. Oké, lehet. Hosszú évek óta nem láttam. De Karen? Biztos abban, amit mond Ramsey? Igen. Nos, Mr. Hill, mivel itt szállással nem szolgálhatunk, vendégül látjuk a helyi szállodában. A rendőrség jó volt távol, amíg haza nem utazik. Ramsey. Köszönöm, hogy vigyáz rám. Szívesen. Tessék. Szeretem ezt a pisztolyt. Tigris vadászatra való. Julian, engedjen! Egy lövés. Bang! Volt nincs. Miért csinálja ezt? Hol a bátyja? Meghalt. Maga is ott volt a sírjánál. És ott voltam, amikor kiásztuk. És üres volt. Hogy üres volt? Ne nézzen engem hülyének. Karen, hol van Kiss? Tudja, mint én! Vagy talán jobban! Maga hazudik, kedvesem, sajnos. Én nem hazudok! Már csak egyetlen lövés. És nincs több tigris. Tiga lima satu. Anak kijang lari ganti. Thank you.
esik. Állj! Gyerünk! Oké, maga a főnök. Kéne a taxi, egy fegyver és néhány adat. Elintézi? Dollárért? Megyünk a Holdra, kap egy tankot, és bármit megtudhat. Akkor taposson bele. A foglyaink nem hajlandók beszélni, agyonverjük őket. Maga ezt megúszza. Nem bírom, ha egy nőt vernek. Ezért helyette finomabb módszert alkalmazom. Ha csak persze el nem árulja, mire készülnek a bátyjával. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Thank you.
maguk! Lehozott Vortexban. Itt szoktam meghúzódni, ha gáz van. Nehéz búj. Baromi biztonságos hely. Egy lélek nem jut sebesek, anélkül, hogy tudnék róla. Igaz, Hugi? Szia, Vesz. Később találkozunk. Már nem kislány, Vesz. Még jól tökön ragad, ha nem vigyázol. Elmondanád, hogy mi történik itt? Csigavér katona. Majd elmagyarázom. Talán igazad van. Lehet, hogy durva voltam vele, de valami jó nő lett volna belőle, nem? De igen. Gyere. Hozd magad rendbe. Aztán lássuk a bunyót. Évesz, örülök, hogy itt vagy. Hát még én. Itt kinn a végeken. Itt lehet aztán kaszálni. Csak kiképzett katonák kellenek hozzá. És nem csupán pénzről van szó, hanem hatalomról. Én királyságot építek itt. Igazi jó kis királyságot. És te vagy a király, mi? Ne izgulj! Jut elég mindannyiunknak. Mit ér a pénz, ha nincs kivel megosztani? Gyere! Mutatok valamit. Minden héten kihívják Tanakát, a legjobb katonámat. És minden héten szarrá veri őket. Mondd, te még mindig karatézol? Néha. Akkor most figyelj, mert ez a srác a csúcsok csúcsa. Mutasd meg, mit tudsz, Tanaka.
Meggyőzzük a parancsnokot, hogy álljon be hozzánk. Akkor ő lesz az első emberem. Oké? Okay? Már érted? De ne izgulj! Nem kell kiállnod vele! Nézd, Keith! Ne húzzuk itt az időt! Miről van szó? Mindig ezt szerettem benned, csak semmi duma. Akkor figyelj! Külkereskedelemmel foglalkozom. A szállítást kéne intézni a szigetek között. Csempészet? Nem hazudok neked. Kijátszom a vámosokat. Elektronikát hozok be. Ramsey szerint heroint. Ramsey nem tud semmit. De semmit. Jól van, Tanaka, végezz vele! A harcban nincs kegyelem. Az anyját, ez a katona, mi? Nézd, Keith. Rendes tőled, hogy vendégül látsz. És köszönöm, hogy kihoztál a börtönből. De őszintén szólva, ez a munka nem nekem való. Azt hiszem, nem látod át a helyzetet. Ez a sziget csak része a birodalmamnak. Túl sok pénzem van ahhoz, hogy egyedül kezeljem. Kell valaki, akiben megbízom. Egy tengerész. Én már nem vagyok tengerész. Ne hülyéskedj, ezt nem lehet elfelejteni. Még annál is több vagy. A barátom. És abból nincsen sok. Sok mindenen mentünk keresztül mi ketten. Nem volt könnyű, de tetszik, nem tetszik, összetartozunk. Apám halálával valami megváltozott. Rengeteget gondolkoztam. Nem jutottam túl sokra, de azt tudom, hogy valahogy újra kell kezdenem. Erről van szó. Kezd újra. Nem drogszállítással akarom újra kezdeni. Tényleg. El is felejtettem, hogy te ilyen kurva becsületes vagy. Hagyd már ezt a hülye moralizálást. Egy évig voltál sitten, Priusod van. Én kihoztalak onnan, segítettem neked. Tudom, nagyon rendes voltál. Valamiről megfeledkeztél. Az apád földjének hiányszálogáról. Vissza fogom vásárolni tőled. Egy frászt. Mert nem adom el. Mindent meg fogok tenni, hogy észre térítselek. Földet akarsz, itt az egész birodalmam. Karennel úgyis jóban vagytok. Egy nagy család leszünk. Mit szólsz hozzá, katona? Hazamegyek, Keith. Nagyon sajnálom. Azt csinálsz, amit akarsz. De egyet ne felejts el. Itt minden az enyém, a húgomat is beleértve. Őt lefektetnéd, nekem meg játszod a kis cserkészt. Ha menni akarsz, hát menj. Végül is mit számít a barátság, ha? De Karen itt marad, érted? Ezt neki kell eldöntenie, nem? Ne próbálj átverni. Ugye nem akarsz az ellenségem lenni? És ha igen? Már kezdhettem is írni a végrendeletemet, mi? Mindenre képes vagyok.
akármire. Ezt nem felejtem el. Búcsúzni jöttem. Elmegyek innen. Vesz. Ne. Ne menj el. Megígérted. A fenébe szükségem van rád. Karen, te kiszhez tartozol. Ő a testvéred. Ha itt maradok, kitör a botrány. Szemét alak vagy. Azt hittem, velem maradsz, hogy fontos vagyok neked. Úgy se jött volna össze, Karen. Neked itt a bátyád. Engem meg Isten tudja, mi vár otthon. Bocsáss meg. Csak menj. Menj, amerre látsz. Szia, Karen. Ez jellemző rád, Wes Haley. Gondolod, hogy Joe is meglépett volna? Ez övön aluli ütés volt. Ha tényleg szeretted, tedd azt, amit ő tett volna. Vagy ennyire önző vagy, hogy csak a te bajod számít. Úgy látszik, minden igaz, amit mondtak rólad. Igen. Kávét? Töltesz nekem is? Persze.
Jól aludtál? Igen. Persze. És te? Mint egy csecsemő. Kurva jót aludtam. Kösz. Mi van az ajánlatommal? Észreztél már? Nézd, Kész. Én gondolkoztam. Tudom, mi a baj, de ezen segíthetünk. Kész, Karen és én... Az a bajod, hogy nem akarsz semmilyen piszkos munkát. Azok után, ami Joe-val történt, ez érthető. Vesz, beszélnünk kell erről. Mindenki hibázhat. Engem nem érdekel a múltat, segíteni akarok. Kész, mi hazamegyünk. Te kussoljál! Figyelj ide. Na mi az ábra, Vesz? Meggondoltad magad? Mert tudnom kell. Lesz egy nagyobb üzlet. Szükségem van rá. Nem kell piszkos munkát végeznem. Semmi kockázat. És visszakapod a földet. Erre mit lépsz? Hát... Kábítószer? Jaj, ne kíváncsiskodj. Nem tudom megtenni. Rendben. Tudtam én előre. Semmi vész. Üzletember vagyok, hát mindent megpróbáltam. Csak tudni szeretném, végleges a válaszod. Végleges. Akkor mutatok valamit. A tied lett volna. Ezt elpasszoltad. Jól van. Csak hogy lásd, kivel van dolgod. Még búcsú ajándékot is kapsz. Vesz! Ne! Hogy van a lábad? Így járok engem átver. Minden a tiéd lett volna. Minden. Ez meg ide jön, átkúr engem, megkúrja a húgomat, és most kurvára meg fogja tanulni. Vigyétek innen. Te is tanulj meg viselkedni, vigyétek és zárjátok a szobájába! Sorry. Hol vagyok? Jakarta déli részén. Itt lakunk. Mikor megtaláltuk, azt hittem, meghalt. De ő rábeszélt, hogy próbáljak meg segíteni. Köszöcskös. Hogy vagy? Úgy látom, kezdhetjük. Na, mire készül? Csinált már ilyet? Várjon! Nincs egy kis Jim Beam a háznál. Az mi? Amerikai fájdalomcsillapító. Az nincs. Csak levelek. Csak levelek? Ah!
Mit akarsz? Kész, feküdj vissza. 3 óra van. Próbálj aludni. Karen, tudod, meg akartam bocsátani, amit Wessel műveltél. Mindenki hibázhat, de te tényleg kiábrándító vagy. Kész, figyelmeztetlek! Ugye, semmi értem. Vesz halott. Mi? Mi? Te szemét! Jobb lesz, ha hozzászoksz. Mi ez, valami istenség? Ez egy mitikus figura. Ő osztja az igazságot. Maga hisz az igazságban, Salim? Hiszem, hogy hinni kell. És ha igazságtalanságot lát, akkor mit csinál? Le kell győzni. Hogyan? Miért engem kérdez? Maga tengerész? Talán itt az ideje, hogy úgy is viselkedjen. Talán. Mire valók a barátok? Kihozod őket a sítről, befogadod. Bármit csinálhatsz. Sose lesznek családtagok. Csak kihasználnak, míg a végén semmit sem marad. Ez a világ legnagyobb baja. Ezért kell összetartanunk. Mit csináltál Wessel? Felejtsd el, az egy senki. Megölted? Nem. Pedig megérdemelte volna. Kész. Te tényleg azt akarod, hogy én boldog legyek? Hát persze. És bármit megtennél érte? Karen, én szeretlek. Megteszek bármit a világon, tudod jól? Wessel akarok élni. Mi? Szeretem. Miért állnék a szerelmesek útjába? Tudtam, hogy egyszer bekövetkezik. Majd én elintézem. Hol dobtad ki? A keleti negyedben. Keresd meg!
Még nem haltam meg. Akarod még, hogy elvigyelek innen? Oké. Gyerünk. Thank you.
Szia, mi történt? Salim! Kis elfoglalta az árvaházat. Oda megyek. Mi a helyzet? A barátja Kész megbolondult. Túszul egyet, húz gyereket. Mit akar? Magát. Hadd beszéljek vele. Adja ide Remzi. Oké. Menjetek. Várjon! Oké, Kis, bemegyek. Öreg a kezemben van. Gyerünk, lesz, lőj csak nyugodtan. Én meg szétdurantom a mocskos fejét. Ne csináld. Ez a mi kettőnk ügye. Szépen elengeded, oké? Kell az öreg? Gyere érte! Gyerünk, Kis, engedd el! Hogy itt vagy, Vesz. Mutatok valamit. Ne csináld ezt! Ide a pisztolyt, vagy lelököm. Oké! Ide a pisztolyt! Nesze, csak nyugi. Ez nagy hiba volt. Ő lerepül, te pedig meghalsz. Thank you.
Kész! Nem tudok segíteni, ha nem találok. Megdöbleni! Te diktálod a szabályokat! Nincsenek szabályok! Egyszer felrobbant a konyha. Ha van elég nyomás, ez a kemence is a levegőbe repül. Kétezres érték fölött szétrobban az egész. Szerinted ötösre vagy hatosra állítsam? Jaj, vesz! Most mi a bajod? Mindjárt találkozol Joe-val. Tudod, a bátyáddal, akit megöltél. Vagy legalábbis azt hitted. Joe sose akart beszállni a buliba, ezért szétlőttem a fejét. Aztán már gyerekjáték volt rád verni az egészet. Mindig is balek voltál, Bess. Hogy haver? Itt az idő. Kész? Ezt Joe-ért kapod. Nyílj
mikor tanulsz meg veszteni? Magyar szöveg Kertész Márta, hangmérnök Kis László, gyártásvezető Hindl Péter, szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A szinkront a Best Hollywood megbízásából a cég készítette a Szinkron Stúdióban.